Jó reggelt, sziasztok gyerekek! 8 óra, 14 perc van. Mi van veled? Sziasztok gyerekek, 8 óra, 14 perc. Mondani akartam tovább, FM csak rádió. Megláttam az arcodat, csak azért, mert ilyen kómás a fejünk, azért akartam mondani, hogy még korán reggel van. Megyünk vásárolni Emillel, és... 8 óra 14 perc van, a kedvenc slágereteket írjátok meg nekünk SMS-ben, és mi bejátszunk nektek kb. Ilyen módot. Így kell figyelni. Na, utazd meg. Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Szép jó reggel! Miért? Mert reggel van. De napot is lehet már mondani. Jó, mindjárt. Csak ne estét mondjál. Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlünk mindenkit a csatornánkon. A mai napon be fogunk nektek mutatni egy örömtelt pillanatot, mivel Gyuszit meglepjük egy gyönyörű szép ajándékkal. El is mondom nektek, hogy mivel... Na, úgyis utána lesz már feltéve. Az indexkép, úgyis lássátok az indexképen. Egy iPhone 13 Pro Max készüléket fog kapni tőlünk ajándékba. Itt van. Hát szegénynek nincsen telefonja, de mi meg ajándékozzuk. És mi, mert mi jó emberek vagyunk. Milyen kabátba jöttél el? Mi? A fát hordod. De miért nem szóltál rám? Hát gondoltam, tudod, hogy mit kell felvenni. És nem most baj. Így megyek be? Hát most így jössz be, igen. Nem baj, így megyünk. Festékes is ráadásul. Nem baj, én tudjátok, ilyen vagyok, nem érdekel, bemegyek. Na a lényeg az, gyerekek, hogy most megyünk vásárolni, illetve megyünk az E.ON szolgáltatóhoz, ahol megemeljük az amperunkat 32 amperre, mivel sok minden üzemeltetünk nap, mint nap, ugye csináljuk a pizzériát. A másik pedig az, hogy ez a készülék, ez az iPhone 13 Pro Max készülék, ez a saját telefonom lesz, és én ezt ajándékozom el neki. Ma. Nekem is van, neked egy ajándékom. Na mi? Veszek neked egy gitár. Mit ugye volt? Bemegyünk a hangszerboltba is. Akár most is. Tényleg? Aha. Esküszöm. Atya világ. Hát az a helyzet, gyerekek, hogy elajándékoztam a gitárt. Kettő gitár volt, elajándékoztam. És azt gondoltam, hogy már nincsen rá szükségem, mert ugye csináljuk az üzletet, meg egyik másik a pizzériát. Nem nagyon járogatok már úgy, nem nagyon vállalgatok fellépéseket, csak egy óra hosszást. Ezért úgy döntöttem, hogy elajándékozom, mivel jobbnak láttam azt, több szüksége lett annak az illetőnek rá. De a zenészfének nem lehet parancsolni, mert néha kitör benned az, hogy játssz el egy dalt. És most nincs idő az zongorát bedugni, hanem csak felveszed a gitárt és eljátszol egy-két dalt, és akkor lenyugszik benned azok a művészi kirobbanások. Igen. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen köszönöm azt, hogy veszel nekem egy gitárt. Nagyon szívesen lehetem. Két álmom van. Vagyis nem is két álmom, már most ez nem is álom volt, hanem ez egy vágy, ez a gitár, hogy egyet, csak ő most meghallott, és most eszébe jutottam, köszönöm szépen. A másik, gyerekek, az, hogy gyerekkoromban volt egy BMW, ami nekem nagyon tetszett, egy BMW. A BMW pedig az 320-as, tehát az Z46-os BMW. Nagyon-nagyon tetszett ez a BMW, és azt mondtam gyerekkoromban, hogy még én jónál sem vagyok, taposom a földet, soha, soha, de soha nem lesz olyan BMW. Hát, nincs is. De mindegy. Jobb autód lett, mint az. Hát, igen, tehát ez anyagilag drágább ez az autó, de nem lett. Úgyhogy ezt offoljuk. Na, a lényeg az, gyerekek, hogy mai nap folyamán átadjuk ezt a készüléket Gyulának, ezt az iPhone 13 Pro Maxot. Felvesszük nektek, megmutatjuk a örömet az arcán, az biztos nagyon fognak örülni. Gyerekek, alig egy éves ez a telefon. Ez a telefon, ez a 13 Pro Max. Nagyon jól működőképes, tehát mai napig ebben, most is ez a videó most erről megy egyébként. Így van. Semmi bajom nincs, tökéletesen működik. És még kaptam az asszonytól pluszba egy 15-ös iPhone 15 Pro Maxot, amit ma hoznak ki, úgyhogy azt pedig ki fogjuk bontani együtt,
és meglássátok. Tehát azt az én, tehát nekem már 15 lesz, neki meg 13 lesz. Én megmaradtam a bevált kis 12 Pro Maxomnál, mert én azt nagyon szeretem, azt nem adnám semmiért sem, mert nagyon jó telefon. Illetve gyerekek, van egy hatalmas nagy ajándékom az asszonynak, amit még nem mondtam el neki, nem most fogom neki megvenni. Neki ez egy gyerekkori álma, az nem más, mint a nem mondom el mi. Úgyhogy azt, amikor megveszem neki, az körülbelül ilyen május környéke. Sőt, nem. Június, a születésnapjára fogja megkapni. Tényleg? Így van. Úristen. A születésnapodra fogod megkapni. Úgyhogy... majd ezt a videót majd nézzétek vissza, és akkor, mikor lesz a születésnapos videó, akkor kommenteljétek alá, hogy... Ami igen, június 3-án van. Június 3-án van, és akkor kommenteljétek majd ezt az alá a videó alá, hogy igen, emlékszem vissza, mikor beszélted a videóba, hogy június 3-án egy nagy ajándékot fogsz neki teljesíteni. Az az úr is. Úgyhogy... meglátjátok, mi lesz az. Jaj, még én sem tudom, mivel gondolsz. Igen, na majd meglátod, de sírni fogsz. Az biztos. Hatalmas nagy ajándék, gyerekek. Ha olyan nagy ajándék. Igen. Mondjuk kicsinek is sírnék, úgyhogy mindig. Az a lényeg. Na mindegy. Nos, akkor most megyünk az EON-hoz, és megemeltessük az amper számunkat. Bemegyünk a hangszerboltba. A hangszerboltba, illetve megyünk bemutatni nektek az iPhone 15-ös készüléket, illetve az örömtelt pillanatot, és bemutassuk nektek, levideózzuk. Úgyhogy tartsatok velünk a mai nap folyamán. Na pusz. Puszi. És vestékes. Veszek neked egy kabát. Nem. Kimosod, jó ez. Hát, ja, ilyen a festék. Meg azt akartam mondani, hogy be kellene mennünk a... Ja, de addigra nem lesz nyitva. Ez a gyors kajáldás, tudod? Ja. Mert 10-re haza kell érkezni. Igen. Majd hozzák a telefont. Úgyhogy be akartam volna menni. Jó lett volna. Kicsit kajálni, de lehet, hogy akkor lesz belőle egy meki. Az is jó. Bár mondjuk meg nem vagyok éhes. Én már nagyon éhes vagyok. Éhes vagy? Igen. Hát akkor menjünk. Jó, de esetleg bemegyünk az EON-hoz. Jó, rend. Na, sziasztok! Puszi! Jó, ideges vagy. Nagyon fel vagyok háborodva, most voltunk bent az Upusztitásznál, ami egy rukkót nem él, egy forintot sem. Bemegyünk. Jó napot kívánok. Időpontra jöttek? Nem. Hát akkor nem tudjuk őket, önöket fogadni. Mert mondom, miért nem tudnak fogadni, mondom. Hát mert időpont kell, hogy legyen, mondom. Időpontot kell kérnem ahhoz, hogy 3 hónap elteljék, hogy mondom, kihozzanak egy kis minom biztosítékot, hogy megemeljék az ampert. Mondom, azt mondták, hogy mondom, jöjjünk vissza. De mondom, 2 héten keresztül már hívjuk önöket, és nem veszik fel a telefont. Akkor hogy kérjünk időpontot? Most nekem kifinanszíroz ezt a benzint, hogy most bejöttem, azért már nem képesek felvenni a telefont. Hát nem. Szörnyű. Egyszerűen botrány, katasztrófa, kriminális. Nagyon nem ideges vagyok. Nem kell valahol lefordulni? Nem. Na, a lényeg az, gyerekek, hogy... február 20-ára, most hanyadika van, január 20... 25, na majd szűk hónapon belül akartak nekem időpontot adni, ahhoz, hogy 2-3 hónap mire kihozzák, a lampert megemeltessék. De amúgy az a legszörnyűbb, hogy hívogattassák az emberekkel a számot, ezt az Upusztitászt. Egy nagy szar és az egész. Senki nem veszi fel a telefont, hiába hívod reggeltől estig, senki nem veszi fel a telefont. És ezt nem értem, akkor hogy várják el, hogy az emberek időpontot kérjenek el. De amúgy ez azóta, amióta az Upusztitász bejött az EON-nál, nem volt nem ilyen volt probléma, az EON-nál. Mikor ott kellett úgy intézni mindent. Semmi volt. Probléma nem volt vele. Majd mondom, hogy időpont, senki nem volt bent. Mondom, senki nincsen bent. Mi a francért kell időpontot kérni, mikor senki nincs. Mondom, 10 perc az egész. Felveszik és mondom azt a szart, már rendelés, pizzázóra vagyok már. Felveszik az adatokat, és annyi az egész, és küldik majd a szerelőt. Na és utána jutott eszembe, mondom, várjunk már egy pillanatot. Az már az asszony kérdezi, hogy egy nyomtatvány nem lehet kikérni. Mondom, hogy ne lehetne már kikérni egy nyomtatvány? Mondom, bebasszam, mondom, egy nyomtatvány nem lehetne kikérni már az se. Ja, hozzá a nő. Megmondom, amúgy is. Mondom, ezt a kitöltsük, feltöltsük, mondom, online is, mondom, akkor is jó, mondom, megigényeltük. Nem így van? De így van.
az anyám mindenit, a jó mindenit, most nem hiszem, és nem mondta volna, nekem kellett kibeszélni, ki kellett beszélni, mert arra nem volt képes, hogy ezt kimondja a száján. Tehát most gondoljatok bele abba, hogy február 20-án te megigényled, amit megigényelhetnél most ma is, online-on, mert nem mondták az analfabéták. És akkor mire február 20, addigra már valószínű, hogy ki is hozták azt a kis biztosítékot, ami 32 amper. Hm. És ezt is higgyétek el nekem, hogy rengeteg szakembert kioktatok a saját szakmájában, mert analfabéta, vagy nem akar segíteni. Egyszerűen. Szörnyű. Szörnyű, gyerekek, azt kell, hogy mondjam. Na, úgyhogy fel kell tölteni egy regisztrált szerelővel, ami van nekünk, és akkor ő ezt feltölti, ezt a dokumentumot mi kitöltjük, és akkor utána már akkor hozni fogják ki azt a kis biztosítékot, és akkor több kemencét tudunk mi is beaktiválni már most már. Igen. Az agyam eldobom. Amúgy durva, hogy ezt csinálják az emberre. Na de nem baj, mert hogyha normálisak, akkor azt mondom, jó, de egyszerűen kihozzák belőle azt, hogy bunkó legyél velük, mert nagyon bunkók. Nagyon. Szörnyűen. Tényleg. Jó napot kívánok, elnézést kérek, hagyd kérdezzem már meg, hogy ezt hogy is kell, meg mint is kell. Nem lássa ön? Mi az? Miért kell így válaszolni, hogy essen a fejedre egy csillag? Miért kell így válaszolni, mikor normálisan megkérdezel valamit? Tudjátok miért? Tisztelt a kivétel ezért. Mert utálják a cigányokat mindenhová megyünk. De velem is így szoktak beszélni, ezt én nem vagyok valami. Mert cigánnyal vagyok. De ha magamban megyek is így beszélnek, érted? Mert már... Szerintem otthon nem kapták meg az rúgtól vagy a feleségüktől azt, ami lenyugtassa a szervezetüket. És idegbetegek. Mindegy. Na, jó van, valahogy le kék nyugodni közben, mert azért mindjárt itt vagyunk egy pár perc a gitárbolt előtt, és szeretnénk nyugodtan kiválasztani már, hogyha kaptam az asszonytól egy hangszert, illetve mennünk kell még bevásárolni ugye a termékeket, amik hiányoznak. Igen, és már mindjárt 9 óra van. És 10 órára hozzák a telefont. Igen. Úgyhogy most nagyon be kell pörögnünk. Gyorsan választ a szegyet, azt megyünk utána boltba, utána meg hazafele. Igen, gyorsan választok. Gyorsan meg kell venni. Jó. Na jövünk gyerekek, mert már most parkolok lefele. A hangszer alzenába megyek itt Debrecenbe. Váltok, mindjárt meg most tudom mutatni nektek. Lehet, hogy hamarabb soroltam be, visszamenés. Vagy nem? Szerintem. Jó. Aha, jó. Jó. Gyertek, lányok. Nektek, hogy honnan vásárolom a gitárt most meg. Én nem tudom, miért emlékeztem, hogy a marra van. Mindegy. Mert a Szent Annát akartad biztos. Nem, ezt akartam. Volt. A hazújam. Aki állt. Na, mutasd meg a boltot, és akkor megy. Jaj, alig tudok kiszállni. Hangszer van a zenál, gyerekek. Na itt, meg zárva van. De miért? Mikor nyit ki? Az üzlet előtt. 9 órától. Ó, fizetős. Hány óra van? Mikor nyit ki? 9-kor. És most hány óra van? Hát mindjárt 9 óra. Addig megyünk ajánljunk. Jó, oké, és majd jövünk vissza. Na gyerekek, itt mellette van egy kajáda, de az is sajnos zárva van, 10 órától nyit ki. És nézem, milyen kabátban vagyok, tiszta gyászba vagyok. Nem érdekel, mert leszarom, ilyen vagyok. Aki elfogad, elfogad, aki nem fogad el, nem fogad el. Nem a ruha teszi az ember, hanem a szíve. És én már ma ajándékozom. Én is. Szándem a mófét. Én meg vacs. Nincs vacs. Zárva van még mindig. Hát még van még 8 perc. Nem jön le valahogy. Hát az nem. Csak szétdörzölöd rajta. Eljön. Ha, ó, igen, de a többi. Vagy ne. Ha, az anyám jó mindenit. Na nem baj. Legalább. Várunk.
Veszekednek a parkolási. Atya világ. Na, ha bementünk, majd jelentkezünk. Magasok a gitár, gyerekek. Na nézzük ennek a hangját, igen. Szerintem ennek nagyon szép hangja van, ez egy stag gitár, gyerekek. C440M Blues, ez egy két gitár. Én szerintem kiválasztottam egy a gitárt, ahogy bejöttem. De van feketében. Kicsit tudod már a kamerát állni, meg. Megnézzük akkor a fekete gitárt is. Hol van? Ez a C, ez is. Ez is az? Aha. Csak ez feketében. Igen, meg van. C, redben. Az ugyanaz, csak ez fekete. Igen. Most fekete vagy kék? Lehet, hogy fekete jobb lesz, mi? Aha. De ez olyan nagyon ilyen Carmen Paradiso összes. Ez a jó. Be kell hangolni. Látok. Látszik, hogy a húr. Nagyjából behangoltad, csak én megnézem. Jó, hát. Szerintem a géppel hangoljuk be, mert nagyon szar a fülem. Hangoljuk. Kiválasztottuk, nagyon szépen köszönöm. Oh, yeah. Na, menjünk, fizessük ki. Most gyerekek, eljött a pillanat, az igazság pillanata. Most jön az ajándék átadása. Ez a készüléket, iPhone 13 Pro Max.
ez egy alig egy éves telefon. Ezt most neki fogjuk ajándékozni. Na menjünk. Ki van? Nagyon nagy baj van. Na? Nagyon nagy baj. Mondjál. Nagyon komoly témát szeretnénk veled közölni. Na? Mondjad, hát mi a baj? Mondhatom. Mondjad. Na? Ez a tiéd, ez az iPhone 13-os telefon, amíg a apád évok. Esküszöm. A tiéd, az anyától meg apádtól kapom. Nagyon szép. Tiéd. Ez a tiéd, a telefonom. Szeretünk. Köszönöm. Nagyon szívesen. Öláld meg anyádat is. Menjél. Köszönöm szépen. Használd, használd egészséggel. Megérdemled, nagyfiam. Szeretünk, nagyon szeretünk. Igen. Úgyhogy ez a, ti, ez a telefon, ami az enyém, ez most a tiéd lesz. Ez a tiéd. Sajátod. Igen. Lesz hozzá számod, mindenet. Azt hittem, tényleg baj van. Nem, tesó, már erre készültünk neked. Mondtam neked, megígértem az asszonynak is. Itt. Bizony. De ő is nagyon nagy szívvel adja neked. Használd egészséggel. Használd egészséggel. Nos, gyerekek, nagyon örülünk, hogy örömet tudtunk okozni Gyuszinak. Lesz még majd neki, kap még tőlünk ajándékokat, mert nagyon szeressük. Tényleg csupa szív. A jó Isten áldja meg erőben, egészségben. Ne sírjál. Szeretünk. Nagyon szívesen. Nem hagyunk el soha égedet. Itt leszünk melletted. Na gyerekek, millió puszi mindenkinek, legyen szép napotok, majd jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!